Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás a bika jegyében születetteknél. Április 1-e, új hold. Az azt jelenti, húzódj vissza, meditálj valami fölött. A téma az, hogy ki vagy, mi befolyásolja az életedet. És gondolkodj el azon, hogy ez egy jó hatás-e, vagy sem. Április 16-án Deli Hold van, megvilágít bizonyos témát, itt gyógyító erőről van szó, rendezheted a dolgaidat. Április 30-án újra új hold van, húzódj vissza, meditálj. Hogyan tudnád befolyásolni az eseményeket, hogy előre menjenek a dolgok? Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti az élet erődet, de a lelki társadat is. Szaturnusz bolygó hatása alatt vagy korlátozások vannak, vagy itt rendezitek a dolgokat. Április 12-én Jupiter és Neptun bolygó együtt hat. Tulajdonképpen Jupiter bolygó szerencsét hoz, és Neptun bolygó segít abban, hogy egy álom megvalósuljon. De Jupiter bolygó gyakran kihat bírósági ügyekre is, és Neptun bolygó hatása alatt itt valami még átláthatatlan. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz bolygó hat együtt, itt lesznek változások, fontos beszélgetések. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó hat együtt. Mindkettő jelenti a kreatív tevékenységet, az inspirációt, az intuíciót, ebben segít. Azon kívül, ha szerelmi dolgokról van szó, akkor itt egy álom megvalósulhat, ha hiszel benne. Április 30-án Vénusz bolygó és Jupiter bolygó együtt hat. Ez szerencsét hozhat a szerelmi élet területén. Ezen a napon, tehát 30-án van egy nap Finsternis, és Finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Ezen a napon Plutó bolygó megáll, utána visszafele mozog, szintén kármikus témákra utal. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit mutatnak a kártyák, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy ezt a havi jóslást minden hónapban megrendelheted. És akkor az személyes passzol a te dolgaidra. A díjam az 3500 forint. És most megnézzük ezt a kivetést. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Különösen az első kártyának, hiszen utal a havi témára. Itt láthatóak az utak, és az utaknál döntésekről van szó. Amikor elgondolkodsz azon, melyik irányba, balra vagy jobbra. Itt a kutya jelenthet házi állatokat is, de utal a baráti körre. Hogy most átgondolod azt, kiben bízhatsz meg, vagy kiben nem, vagy egy barát, vagy egy barátnő segít ezeknél a változásoknál, az utaknál, segít jó tanáccsal, hogy melyik irányba tekints. Az utak alatt itt van a horgony, és a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást. Ez lehet egy munkahelyi változás, hiszen itt döntéseket fogsz hozni.
A madarak jelentik a kommunikációt, tehát beszéltek munkáról, hivatásról. Mire te döntesz, ez eltarthat május hónapig, hiszen a virágcsokor május hónapot jelent. Amit ez a virágcsokor még jelenthet, egy kreatív tevékenység, vagy egy jó ajánlat, egy kellemes meglepetés. Itt nem csak a hivatásról van szó, hanem az anyagiakról is, hiszen a halak itt megjelennek, és utalnak pénzügyi dolgokra. Itt a szerencse, erre utal a virág és a nap is, tehát lehet egy nyeremény. A virágcsokor alatt itt van a park, az utal a nyilvánosságra, tehát most mások meglátnak téged, megkapod az elismerést, az lehet a külsőd miatt, hiszen a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, nőiességedet is. A következő sarokkártyán láthatóak a gólyák, és szimbolizálják a változásokat. Ez a kígyó jelenthet mellékutakat, hogy így mellékutakon keresztül lesznek ezek a változások. Amit a kígyó még jelent, a transformáció, a megújulások, a változások, ugyanúgy, ahogy a gólyák erre utalnak. A kígyónál megvan a gyógyító erő, itt lesz gyógyulás, vagy az is lehet, hogy érdekel ez a terület, mert ez a hivatásod. Amit a kígyó még jelenthet, ez egy hölgy, és itt vannak még nehézségek, erre utal ez a hegyvidék, mutatja a problémákat, itt mögötte megjelenik a felhő, ami azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, de ez a sarló elvágja a felhőt, ez a sarló elvágja a hegyet, tehát rendeződnek a dolgok. Amit ez a felhő még jelenthet, fél év. Gondolj arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez a helyzet, vagy ez a személy, és ez lehet ez a nő, visszatér most az életedbe, de itt rendeződik valami, hiszen a sarló elvágja a felhőt, elvágja a hegyet, itt vannak a változások. És ez a hölgy szándéka, hiszen a feje fölött lévő kártyák utalnak a gondolataira. Tehát ő el akarja vágni a felhőt, a hegyet, ami a múltban volt. Itt keresi veled a beszélgetést, a madarak jelentik a kommunikációt, és itt van a barátság. Tehát itt lehet egy barátnőről szó, vagy egy kolléganőről, de ez a kutya jelentheti azt is, hogy olyan barátilag közeledik hozzád. A következő sarokkártyán te vagy látható, amennyiben te egy hölgy vagy. Te állsz itt a középpontban. A fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt ez a kulcs szimbolizálja a te magabiztonságodat, de azt is, hogy ezzel a kulccsal ki tudsz nyitni valamit, vagy le tudsz zárni valamit. Aztán megjelenik itt a társad, a te lelki társad, és a gyermek az lehet egy gyermek, vagy egy kisbabának a születése, de szimbolizál egy új kezdetet is. Amit a gyermek még jelent, az az ártatlanság. Te a csillagképek fele nézel, és itt van mellette a szív. Az jelentheti azt, hogy egy régi, kármikus szerelem visszatér hozzád úgy, ahogy a csillagképekben ez megvan írva, és ez a hited, a bizalmad, vagy a csillagkép jelentheti az asztrológiát, a spirituális területet, és te szívvel, lélekkel csinálod ezeket a dolgokat. Lehet, hogy otthonról, hiszen itt van a ház, az jelenti az otthonodat. A ház mellett megjelenik a levél, az lehet
egy szerelmes levél, ami beköszönt hozzád, de ez a levél jelenthet szerződéseket is, mint például itt a házzal kapcsolatban, akkor úttal egy költözködésre, változásokra, és itt van a kulcs ehhez a házhoz. A következő sarokkártyán látható ez a gyermek, és megjelenik az ő gondolataiban, ennél a férfinél. Ez a gyermek utalhat a gyermekekre, vagy az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Ami előtte van, ez a korbács, és az jelenti a fájdalmas emlékeket, hogy megbántottad őt, vagy ő bántott meg téged, vagy valaki megbántotta őt a családban, hiszen ez a ház utalhat a családi kapcsolatokra is. Itt a háttérben volt a hamisság, a hazugságok, vagy valaki becsapta őt, de szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítják a fájdalmakat, ezt a hamisságot a háttérben, sőt, az egerek el tudják távolítani ezt a könyvet, ami utal az ő zárkózottságára. És itt kinyílik kettőtök között, ez az ajtó nyitottabb lesz érzelmekről beszélni. Itt középen látható ez a hajó, ami jelenti a reményt, de az utazásokat, a külföldi kapcsolatokat is. Mivel a hajó fölött itt van a nap, és jelenti a nyarat, ez lehet áprilisban ennek a nyaralásnak a tervezése. Amit ez a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatokat, itt a könyv a tudást, ez lehet egy idegen nyelvnek a tanulása is. Itt lesz mozgás, hiszen ez a kép, a mozgás összefüggésben áll a hajóval, és ez az utazás lehet egy belső út is. A halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket. És itt egy vonalban vannak a kártyák, a keresztel, ami jelenti a te hitedet, azon kívül a sors utakat. Amikor a sors utak itt kereszteződnek, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Amit a kereszt még jelenthet, ugyanúgy, mint az utak, ez az első kártya, amikor elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt vannak a kapcsolatok, a gyűrű jelentheti azt is, hogy valaki visszatér hozzád, itt lesz ez a hír, és itt az utak a döntéseket jelentik. A kereszt mellett megjelenik ez a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz, nem csak a sors utatokon, hanem ami az egészségügyi témákat illeti. Hiszen ez a fa egyrészt jelentheti azt, hogy elérkeztek oda, ahol megvan a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni, azon kívül utal egészségügyi témákra is. Ez lehet a hivatása, vagy a te hivatásod, de lehet az is, hogy valaki beteg a környezetetekben, de itt van a szerencse, és az azt jelenti, itt lesz gyógyulás. A fa és ez a torony, ez lehet egy kórház is, de mint mondtam, itt a szerencse, tehát a gyógyulás. Amit a torony még jelenthet, amikor félelmek vannak, amikor fogva érzed magad ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keresel egy kiutat. Ezek a félelmek elmúlnak, hiszen a koporsó ezt lezárja. Amit a torony még jelenthet, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, ez lehet egy örökösödési ügy is, hiszen a koporsó itt megjelenik,
és ez a levél jelentheti a szerződéseket. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt felül látható. Komoly döntéseket fogsz hozni. Egy barát vagy egy barátnő segít neked. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, vagy egy meghívás. Ez a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, vagy egy kreatív tevékenységet. Itt van a pénz és a belső értékek. Mindkettőre kihat. Te értékes vagy számára, mint hölgy, és látja a kisugárzásodat, a nőiességedet. Egy kreatív tevékenységnél ez pénzt jelent. Itt van a siker, és a hold jelenti azt, hogy te mindezt megkapod. Az ő környezetében itt van a hamisság, tehát valaki hazudik, neki becsapja őt. Itt van a gyermek, az lehet egy ex-hölgy, és itt a gyermekekről van szó, de látható a hamisság a háttérben. Ő tisztán szeretné látni a dolgokat, tisztázni akar valamit. Ez a hamisság elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, és a gyermek utal egy új kezdetre. Második hét április hónapban itt látható. Ez a kártya utal a munkára, a hivatásra, itt lesznek fontos beszélgetések, megkapod az elismerést, vannak külföldi kapcsolatok, itt van az életerő. Ami őt illeti, a lelki társadat, ő megsértődött, vagy valaki megsértette őt, zárkózott, de az egerek ezt eltávolítják. Harmadik hét, április hónapban itt látható, a felhő azt jelenti, hogy valami átláthatatlan számodra, ami a döntéseket, a munkát, a hivatást illeti. De ez a kártya jelenthet fél évet, a múltat is, és a jövőt is. Mi történt fél évvel ezelőtt? Ez a hölgy itt tisztázni akar veled valamit. A kassa elvágja a felhőt, tehát elmúlik ez a helyzet, ami számodra április közepén még átláthatatlan. Valami vagy valaki visszatér hozzád, előre mennek a dolgok, itt megvan a gyógyító erő. Átteszed magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, itt lesz egy hír, vagy egy dokument, ez a torony jelentheti a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, de a ház és a levél jelenthet egy szerződés, itt a családról, az otthonodról van szó, itt kinyílik egy új ajtó. De ez a levél lehet egy szerelmes levél is, hiszen összefüggésben áll a szívvel. Utolsó hét, április hónapban itt alul látható. Lesznek változások, megújulások. Voltak nehézségek, különösen a téli hónapokban, de a kassa ezt elvágja. Itt megvan a hited, megvan a remény. Előre mennek a dolgok, lesz szerencse. Itt ez a koporsó lezárja a korlátozásokat, és a szerelemben vagy egy spirituális területen szerencsét lesz, hiszen a négy levelű lóhere és a csillagok mindkét kártya szerencsét hoz. Amit ez a kép még jelent, az asztrológia vagy egy spirituális terület, ahol te itt kibontakozhatsz, és szívvel, lélekkel csinálod ezt, azon kívül szerencséd lesz a szerelmi élet területén. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!